Piros, zöld, kicsi, nagy, különböző színűek és méretűek, de egy közös bennük, egytől egyik Szabolcsban termett almák. Termesztésük már jó ideje a megyei értéktár része, most azonban újabb szintet lépett. És a szabolcsi almatermesztés agrokultúrája az bekerült a nemzeti értéktárba. Szabolcs-Szatmár-Bereg adja az ország almatermésének 70%-át. A megyében mások mellett Nyírteleken, Gávavencsellőn, Rakamazon és Tiszabercelen vannak jelentős földek. A térség országgyűlési képviselője szerint a gyümölcs identitásunk alapját jelenti, hiszen sokan kötődnek hozzá munkájuk révén, még többen érzelmi alapon. Termesztésének a megyében évszázados hagyománya van, az ültetvények megújítása pedig ma is elengedhetetlen. Az uniós pályázatokból tudjuk jól, hogy az agrárium milyen jelentős forrásokat kap, 80%-át a hazai részt teszi ki, tehát biztosította a kormány azt, hogy a gyümölcságazat, nem csak az alma, de most csak az almáról beszélünk, hogy minden követelménynek megfeleljen, hiszen szükség van egészséges gyümölcsre, tehát új ültetvények, új technológiák, új fajták jelenjenek meg, és egészséges legyen a gyümölcs. Finom legyen a gyümölcs, és tudják, szerintem a tévénézők is tudják, hogy minden nap egy alma az orvos távol tartja. A szabolcsi almatermesztés agrokultúrájának nemzeti értéktárba való bekerüléséről a Magyar Kultúra napján született meg a döntés. A felterjesztésben jelentős szerepet vállalt a megyei kormány megbízott. Én azt gondolom, hogy sokan kötődünk a megyében az almához, nem csak mint almát fogyasztó emberek, hanem életünk valamely szakaszában, vagy akár jelenleg is van közünk az alma megtermesztéséhez. Egy olyan agrokultúra, ami évtizedek alatt alakult, változott, mindig meg tudott újulni, és amelynek a végeredménye egy rendkívül zamatos gyümölcs, ami messze viszi a megyénknek a jó hírét. Fontos döntések születtek közben a Megyei Értéktár Bizottság legutóbbi január végi ülésén is. A Lajstrom három újabb elemmel immár 149 értéket számlál. Az egyik az Kujbusné Mecsejéva, a levéltár igazgatója által elkészített értékjavaslat, amely Szabolcs vármegye nemesi címeres leveleit foglalja magába. Ez 35 olyan címeres levél, amely úgy gondolom, hogy nagyban határozta meg történelmünket. Ezt ugye az uralkodók adományozták a nemeseknek, akiket ezzel a címmel láttak el, és ezek olyan történelmi és olyan kulturális értékek, amelyekre úgy gondolom, hogy nagyon büszkének kell lennünk. Múltunk lapjai elnevezéssel azok a sajtótermékek is a megyei értéktár részei lettek, amelyek az elmúlt évszázadban jelentős szerepet töltöttek be a tájékoztatásban. Ugyancsak megyei érték lett a Vescsik-féle homokjavító vetésforgó, amely Vescsik Vilmos 30 éves kutatási tapasztalatával, életútjával nagyban határozta meg a megye mezőgazdaságát.